tetőtéri ablakok élettartama a gyártók által megadott adatok alapján 20-25 év, véleményem szerint viszont ez ilyen 30-35 évre is kitolható, hogyha megfelelően karbantartjuk a tetőtéri ablakainkat. A karbantartás a következőből áll. Fa tetőtéri ablakokat 4-6 évente érdemes újra lakkozni, hiszen a lak az az egyetlen, ami meg tudja védeni a faanyagunkat attól, hogy elkorhadjon. Továbbá nagyon fontos a vasalatoknak a zsírozása, olajzása 6-12 havonta. Ez azért fontos, mert jellemzően a tetőablakok cseréjének a nagy részét amiatt végezzük, mert szorul, feszül az ablaknak a vasalata, erőltetik, és ezáltal elreped, eltörik a tokszerkezet, illetve maga a faanyagnak a tönkre menetele az, ami még ok szokott lenni a tetőablak cserénél. Jó, továbbá nagyon fontos még, hogy a vízzáró gumitömítések, illetve a gumitömítések is legyenek kicserélve 10-15 évente, a gumialkatrészeket pedig gumiápolóval érdemes kezelni. Műanyag ablakok esetén azért ez jóval egyszerűbb, mert ott igazából a lakkozással nem kell foglalkozni, tehát a felület a műanyag tetőtéri ablakoknak gondozásmentes, ott csak a vasalatokat kell zsírozni, illetve a gumialkatrészeket ápolni, és akkor ezzel meg tudjuk növelni a tetőablakunk élettartamát.